Az utazási szokások ebben az évben pozitívan változtak, a korábbi úti célok, amelyek az elmúlt időszakban háttérbe szorultak, most újra középpontba kerültek az utazni vágyók körében. Így Tunézia, Egyiptom és Törökország is. Az utasok tavaly biztonsági szempontból választottak más nyaralóhelyeket, mint például a Görög-szigeteket, Spanyolországot és Horvátországot. Egyre többen élnek az úgynevezett first minute, vagyis az előfoglalási lehetőséggel. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ezek váltják fel a last minute utakat. Nagyon jó előfoglalási kedvezmények vannak, ami gyakorlatilag március 31-éig élnek. Vannak olyan szálláshelyek, ahol 30-40% is lehet az előfoglalási kedvezmény, és amennyiben a kedves utasok last minute utazásokra várnak, úgy mindenféleképpen szólok, hogy a first minute árak, tehát az előfoglalási árak kedvezőbbek, mint amik a last minute utazások árai lesznek. Az utolsó pillanatra hagyott választást azért sem javasolják, mert általában a gyengébb minőségű szálláshelyek hirdetnek ilyen utakat. Tavasszal pedig több út, szállodatípus és kedvezmény közül választhatnak az utasok. Fontos a podgyász és balesetbiztosítás kötése is. Távolabbi célország esetében pedig az útlemondási biztosítás. Az út értékétől függően ez általában az utazás árának 5%-ába kerül, viszont ha az utazás betegség miatt hiúsul meg, úgy orvosi igazolás ellenében az utasok visszakapják a befizetett összeget. A magyar piacon több mint 1300 utazás szervező és közvetítő vállalkozás működik. A fogyasztóvédelmi hatóság ezeket folyamatosan ellenőrzi. Azért is fontos, hogy hivatalosan is bejegyzett irodánál foglaljanak az utasok, mert ha valami okból külföldön maradnak, csak ezek az utazási irodák tudják elintézni a hazaszállításukat. A foglalás előtt mindenkinek körültekintőnek kell lenni. Erről a Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei békéltető testület elnöke beszélt 35 perc című műsorunkban. Először is el kell olvasni az utazási szerződést és az általános szerződési feltételeket. Az általános szerződési feltételek megtalálhatók a prospektusnak a hátsó oldalán. Ugyanis ez az a két dokumentum, amibe tételesen le kell fektetni, van egy 2008-as kormányrendelet, ami ezt pontosan szabályozza, hogy mit kell tartalmazni egy utazási szerződésnek, mikor van joga elállni az utasnak, mikor van joga elállni a utazásszervezőnek, utazási irodának, jár-e valami bánatpénz ilyen esetben, vagy a teljes összeget visszakaphatja, milyen költségeket kell tartalmazni az utazási díjnak, mikor kell ezeket megfizetni. Ettől az évtől kezdve már a nagypéntek is szabadnap, így húsvétkor 4 napos lesz a munkaszünet. Ezeken a napokon is többen utaznak majd el. Ilyenkor viszont általában belföldi úti célok közül válogatnak az utasok. Általában azokat a szálláshelyeket keresik, ahol a kültéri programok mellett wellness szolgáltatásokat is biztosítanak számukra.